2007-ben, vagyis pontosan 15 éve alakult a Jorgosz Asztali Tenisz Egyesület Szekszárdon. A klub elnöke azt mondja, a pingpong iránti szeretet még a tolnai vörös lobogósoktól ered. Úgy gondoltam, hogy azt, amit ott láttam annak idején, a Bátorfi Pista bácsi, hogy tanította a lányát, azt megpróbálom a fiamban is átvinni, és 4-5 éves korában elkezdtem céltudatosan tanítani itt Szekszárdon, és elég messze eljutottunk. Jelen pillanatban a fiam az igazolt versenyző, tulajdonképpen ő a Magyarországon az egyik top játékos serdülőben, úgyhogy tulajdonképpen ilyen egyszemélyes hadseregként képviseljük Szekszárdot. Az asztali sportnak sajnos egy kicsit utánpótlás szinten itt Magyarországon hanyatlóban van, de tulajdonképpen egy nagyon egészséges sportágnak tartom, tehát az egész család tudja művelni, mert tulajdonképpen az agyra, a mozgáskoordinációra, a szív és az érrendszerre nagyon pozitív hatással van, és pszichésen is jó hatással van a gyerekekre. Az egyesület vezetője úgy fogalmazott, hogy a fia és egyben játékosának menedzselése minden idejét leköti. Ami nem is csoda, hiszen jelenleg Magyarországon Kizakis Georgios Nikolaos az országos serdülő párost, illetve az egyéni ranglistát is vezeti. Továbbá a fiatal pingpongos a Debreceni Asztali Tenisz Klub NB1-es csapatát is erősíti. Jól látható, hogy Nikolaos remek labdaérzékkel rendelkezik. A 14 éves fiú azt mondja, nagyon szeret asztali teniszezni. Nem tudná elképzelni a mindennapjait a sport nélkül, hiszen iskola után egyből a terembe veszi az irányt. Szinte minden nap játszunk, napi 2-2 és fél órát, utána egy kis nyújtás, kondi, erősítés, futás. Szinte minden hétvégén vannak versenyek, meccsek. Ha pedig valamilyen folytán nincs, akkor néha szombaton be szoktunk jönni egy kicsit pingpongozni. Az utóbbi, legutolsó verseny nagyon jól sikerült, megnyertem a serdülő egyéni és páros számot is, amire nagyon büszke vagyok, nagyon, nagyon szerettem volna bizonyítani, és hát ez sikerült is. Nagyon szeretem, minden porcikám kívánja mindig. Persze néha vannak olyan napok, amikor nem mindig van kedvem játszani, de akkor eszembe jut, hogy miért pingpongozok, mik a céljaim, és akkor egyből megjön a kedvem. A fiú azt mondja, bár olykor felmerülnek nézeteltérések, nagy segítség számára, hogy édesapja az edzője. Nagyon szeretnék tényleg minél jobb eredményeket elérni, kijutni mondjuk egy Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, az nagyon nagy szám lenne nekem.